A romáktól és a zsidóktól is kész bocsánatot kérni Bona Gábor. Az érintettek nem hisznek a Jobbik elnökében. Egyedül saját miniszterelnök jelöltel indul a 2018-as választáson a Momentum. Hallani sem akarnak összefogásról. Tovább vizsgálják Salah Abdeslam kapcsolatrendszerét, a menekültek segítőit is meghallgatják. És 200 ezer gyógyszerfüggő lehet Magyarországon, a legtöbben nyugtatókat szednek. Ez itt az ATV reggeli híradója, jó reggelt kívánok! Magyarország írásban válaszolt az Európai Bizottságnak a felsőoktatás és a civil törvény miatt indított kötelezettségszegési eljárások kifogásaira. A kormány szerint ez politikai és nem jogi vita. Az MSZP úgy véli, hogy a kormány szándékosan hozta nehéz helyzetbe a CEU-t, míg a Jobbik az Alkotmánybíróság döntésére vár ebben az ügyben. Elsősorban politikai jellegű ügyekről van szó, és nem jogvita folyik a bizottság és Magyarország között. Így értékelte a civil törvény és a felsőoktatási törvény ismertebb nevén a Lex CEU kapcsán indított kötelezettségszegési eljárást az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Völner Pál azt is bejelentette, hogy már elküldték a kormányzat válaszát az Európai Bizottságnak. Az államtitkár szerint azonban nem várhatók változtatások. Hogy a korlátozások azok lehetségesek, amennyiben szükségesek és arányosak, és gyakorlatilag ezeknek a céloknak megfelelnek ezek a törvények. Arról nem tettünk, hogy Soros György érdekeltségeit sértik, hiszen ő sem állhat Magyarországon a törvények fölött, és reméljük, hogy a bizottság is visszaáll majd arra a jogi talajra, amin ezek a szabályozások születtek. A szocialisták szerint a magyar kormány tévedhetett, ennek képzeli magát. Gőgös Zoltán, az ellenzéki párt elnök helyettese úgy vélte, hogy a kormányzat azért húzza az időt, hogy az érintett felsőoktatási intézményt lehetetlen helyzetbe hozza. Mert ugye az egyetemnek akkor viszont lépni kell, mert ha nem maradhat ez a helyzet, valamint a működő helyzet, akkor neki mást kell keresni, és én azt gondolom, Magyarország legnagyobb szégyene lesz, hogyha a legjobb egyetemen fog távozni, vagy legjobb egyetemét fogják bezárni. Hát de ez, most mit várunk a Völnertől, ő már vasúttaktól kezdve mindennel foglalkozott. A Jobbik szerint a Fidesz egyre kevésbé képes a politikai érveit szakmai köntösbe bújtatni. Ez egy érdekes kérdés, hogy nyilván ilyenkor a bizottság is a saját véleményét mellé teszi, de emellett a Magyar Alkotmánybíróságtól várjuk azt, hogy legfőképpen, mint nem egy külső szerv, hanem egy magyar erre hivatott az országgyűlésnek a döntéseit felülbírálni jogosult szervként is meg fogja állapítani. Az Európai Bizottság egyebek mellett azt kifogásolta, hogy a törvénymódosításokat rohamtempóban fogadták el, ami nem tette lehetővé az átlátható, az érintettek bevonásával történő jogalkotást. A magyar kormány válaszában hasonlóképpen az időszűkösségére hívta fel a figyelmet, hiszen amíg korábban 2 hónap állt rendelkezésre a válaszlevelek megírására, ez most csak 1 hónap volt. Setéti Jenő roma aktivista nem hiszi, hogy Vona Gábor valaha demokrata lesz. A Jobbik elnöke az ATV.hu-nak nyilatkozott, és kijelentette, hogy szerinte a Jobbik soha nem volt antiszemita, cigányellenes, rasszista párt, de kész bocsánatot kérni a zsidóságtól és a cigányságtól. A Mazsi hisz az interjút már a választási küzdelmek részének tekinti. Én sohasem tartottam a Jobbikot cigányellenes, antiszemita, rasszista pártnak. Erről is beszélt az ATV főmunkatársának a Jobbik elnöke, aki azért elismerte, pártjában volt néhány rossz mondat és félrecsúszott folyamat. Azt gondolom, hogy a jó Isten mentse meg a Magyarországot a Jobbiktól. Setét Jenő roma aktivista morális és politikai bűnökkel vádolja a Jobbikot. Például a korábbi cigány koncentrációs táborok ötlete, vagy a legutóbbi javaslata miatt, amely iskolázottsági szinthez kötné a szavazati jogot. Nekik persze mi kedvenc célpontjuk vagyunk romákként, könnyen lehúzható rőlünk politikailag 5-6-7 bőr, de innen is üzenem, hogy mi nem dőlünk be a legújabb cuki kampánynak, mi tudjuk, hogy aki szélsőjobbos volt eddig, és ragaszkodik az eddigi bűnei, az is marad. Vona Gábor 2010-ben még valóban gárda egyenruhában jelent meg a parlament alakuló ülésén. Később repült egy uniós zászló is az ablakon át. Más lobogók is kárba vesztek. Változott a Jobbik, kár volna tagadni, reagált Vona Gábor.
Az MSZP nem így látja. Szerintük a gárda mellény továbbra is otthon a szekrényben lóg. Nincs itt semmi félreértés, ez a párt egy ízig-vélig szélső jobboldali némely vonásában hungarista párt. Magyarán egy szavukat se kell elhinni, ez legalább olyan, mintha a Fidesz azt állítaná magáról és Mészáros Lőinc, hogy többet nem fognak lopni. Vona Gábor hangsúlyozta, kész bocsánatot kérni a zsidóságtól és a cigányságtól. A Jobbik múltja gyalázatos, a jelene bizonytalan, a jövőjét pedig majd meglátjuk. Tamás Gáspár Miklós filozófus nem bízik egy jobboldali nacionalista pártban. Jól lehet, többséget lát a jobboldalon. Két nagy jobboldali párt együttesen azt mutatja, hogy a magyar politikai közvélemény aktív részének a többsége jobboldali. Ebben a pillanatban, ezt pedig én nagyon szomorúnak és aggasztónak tartom, és amit én igazán szeretnék, az lenne, hogy a bal-közép pártok megerősödjenek. A Zsidó Hitközségek Szövetsége úgy véli, Vona Gábor és Szegeni Csanád egykori közös pártjának múltját senkinek sem lehet és szabad letagadni. Az elnök Heizler András azt mondta, az interjú olyan pártpolitikai megnyilatkozás, ami már a választási küzdelmek része, amiben a Mazsi hisz nem kíván beavatkozni. Kis hitű magatartás 8 hónappal a választás előtt az összefogás ügyével foglalkozni, ezt a Momentum elnöke mondta a tegnapi egyenes beszédben. Fekete Győr András leszögezte, hogy egyedül indulnak 2018-ban, amit a hétvégi küldött gyűlésen a tagok 99%-a is támogatott. Az elnök elismerte, hogy volt vita a kérdésben, szerinte ugyanakkor a Momentum még mindig egységes abban, hogy önállóan kell megmélettetnie magát. Tényleg lesz miniszterelnök jelöltjük? Lesz. Ön? Nem tudjuk még. Hát logikus lenne. Nem feltétlenül. Van a Momentum közössége, és van a Momentum közösségén kívüli világ is. Bármi előfordulhat. Az első számú prioritásunk a 106 egyéni választókerületi jelöltnek a kiállítása. Erre októberben fog sor kerülni, és a miniszterelnöki jelöltről ezután tudunk majd beszélni. Az euró bevezetését szeretné a nemrég alakult polgári világ és az MSZP-s Újhely István is. Előbbi tegnap adta be az erről szóló népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Irodába, míg utóbbi online gyűjti az aláírásokat. Pénzt természetesen az euróövezet kialakulása előtt is használtak Európában. Az euró bevezetése hatalmas változást hozott a térség életében. Magyarország még nem sorolható ide, noha sokszor felmerült már az új pénznem bevezetése, eddig nem került rá sor. Ezen szeretne most változtatni a nemrég alakult polgári világ nevezetű párt, amely a Nemzeti Választási Irodának beadott egy országos népszavazási kérdést hitelesítésre. A kérdés így szól. Egyetérte ön azzal, hogy az országgyűlés törvény megalkotásával kötelezze arra a kormányt, hogy Magyarország az euróövezethez való csatlakozás érdekében hivatalosan kérje felvételét az európai átváltási árfolyam mechanizmus rendszerébe. Az euró bevezetése most nem csupán pénzkérdés. Az euró bevezetése egy olyan közös európai szabályrendszert jelent, amely biztosítja Magyarországon a fejlődést, a jólétet, a demokráciát és a putyini Oroszországtól való függetlenséget. Pár napja Újhely István, a szocialisták EP képviselője is aláírásgyűjtésbe kezdett. Ő is az euró bevezetését szorgalmazza, és bár a politikus jó szándékúnak tartja a polgári világ ötletét, de szerint az új párt népszavazási kezdeményezése kevés sikert hozhat egy kormányváltás érdekében. Az online petíciógyűjtés azt a célt szolgálja, hogy minél többen felismerjék annak a célját és jelentőségét, hogy mit jelenthet a változó Európai Unió Magyarország jövőjére nézve. Én kötve hiszem, hogy ma egy népszavazási kampány az, amely ezt a kérdést megoldaná. Nem kétséges, hogy Magyarországnak ahhoz fűződik érdeke, hogy minél előbb bevezesse az eurót, és ehhez a feltételek ma adottak is. Erről már az MNB korábbi alelnöke beszélt híradónknak. Ez a kérdés ma sokkal több, mint egy egyszerű gazdasági kérdés. Ez Magyarország jövőjéről szól, arról, hogy benn marad-e az Európai Unióban, és annak egy szerves részévé válik, vagy pedig az Európai Unió szélére sodródik, és ki tudja, mi történik vele. Bodnár Zoltán szerint, ha meglenne az elhatározás arra, hogy nálunk is bevezessék az eurót, akkor 2021-22 lehetne az az időszak, amikor már az új pénznemmel fizethetnénk a boltokban.
Francia kérésre tovább vizsgálják a magyar hatóságok a terrorista Salah Abdeslam magyarországi kapcsolatrendszerét, írja a Magyar Idők. A lap úgy tudja, hogy mindenkit megpróbálnak azonosítani, akivel csak egyszer is kapcsolatba került a Belgiumban élt francia születésű férfi. Abdeslam a 2015-ös menekült hullámmal érkezett az országba. A párizsi és a brüsszeli terrorcselekmények előkészületeiben is részt vett. A Magyar Idők szerint Abdeslam egy ideig az egyik menekülteket segítő aktivista lakásában élt Budapesten. Szándékosan hajtott egy autó egy pizzériába éjszaka Párizs közelében. Az épületben többen is tartózkodtak, egy 13 éves kislány meghalt, négyen életveszélyesen, másik 8 ember pedig könnyebben sérült. Az autóban fegyverek is voltak. A hatóságok szerint azonban ennek ellenére nem terrormerényletről van szó. A kocsit vezető 32 éves férfi öngyilkos akart lenni. A büntetlen előéletű francia állampolgárságú férfi a történtek után megpróbált elmenekülni a helyszínről, de a rendőrök elfogták, és most őrizetben van. Trump amerikai elnök elítélte, ahogy fogalmazott, a gonosz rasszizmust. Az elnököt a hétvégén sokan támadták amiatt, hogy nem beszélt egyértelműen a Virginiában elszabadult erőszakról. Meghatott énekléssel emlékeztek meg a virginiai Charlottesville-ben a szombati fehér nacionalista támadás áldozatáról. Virágokat és gyertyákat hoztak sokan a 32 éves Heather Heyer tiszteletére, aki akkor halt meg, amikor a neonácik felvonulása ellen tartott tüntetésen a tömegbe hajtott egy 20 éves férfi. Ezeket a megdöbbentő felvételeket most hozták nyilvánosságra. Látszik, ahogy a támadó autójával a tömegbe gázol. A halálos áldozat mellett 19 embert megsebesített. James Alex Fields állítólag már tinédzser korában náci barát érzelmeket táplált. Később megpróbált belépni az amerikai hadseregbe, de elutasították. Charlottesville-ben izzanak az indulatok. Vasárnap a fehér nacionalista tüntetés szervezője, Jason Kessler, sajtótájékoztatót akart tartani a városháza közelében, de a feldühödött tömeg elkergette. Végül a rendőrök mentették ki a bloggert. Az amerikai alelnök a kolumbiai Cartagenában részvétét fejezte ki a fiatal nő családjának, és határozottan elítélte az erőszakot. Nem tűrjük a gyűlöletet, sem a fehér felsőbbrendűek, a neonácik és a Ku Klux Klan részéről megnyilvánuló erőszakot. Ezeknek a veszélyes csoportoknak nincs helyük az amerikai közéletben, jelentette ki Mike Pence. A hétvégén sokan bírálták Donald Trump elnököt amiatt, hogy nem fogalmazott egyértelműen. Az elnök a számos oldalon megnyilvánuló gyűlöletről, fanatizmusról és erőszakról beszélt. A Fehérház végül nyilatkozatban ítélte el a fehérfaj gyűlölőket, a neonácikat és a Ku Klux Klant. A neonácik a hétvégére hirdettek tüntetéseket, tiltakozásul az ellen, hogy Charlottesville egyeteme úgy döntött, eltávolítják az amerikai polgárháború egyik tábornokának a szobrát, aki támogatta a rabszolgaság fenntartását. Az ellentüntetők hamarosan összecsaptak velük, majd következett a gázolásos merénylet. Ráadásul két rendőr is meghalt, amikor lezuhant egy rendőrségi helikopter, amely a tüntetéseket figyelte. A hatóságok rendkívüli állapotot vezettek be a liberális egyetemi városban. A koreai válság békés megoldását sürgette a dél-koreai elnök. Trump amerikai elnök viszont keményen beszólt Észak-Koreának, miután az nemrég rakétacsapással fenyegette meg Guam szigetét. Önfeledten élvezik a képeslapra illő Guam szigetén a vakációt a turisták. Már aki veszi a bátorságot az utazáshoz. Sokan ugyanis az észak-koreai rakéta és nukleáris veszély miatt lemondták a nyaralásukat. Eléggé visszaesett a turizmus, valószínűleg Észak-Korea miatt. A veszély sokat árt az üzletnek, panaszkodott egy sportklub egyik alkalmazottja. Ez pedig már a két Koreát elválasztó határ, a világ egyik legnagyobb feszültséggóca. Alig több mint 300 kilométerre van innen a dél-koreai főváros. A 10 milliós metropolis lakosai feszülten figyelik a fejleményeket. Reméljük, hogy nem tör ki háború, de azért ideges vagyok, mert a fiam most lépett be a hadseregbe. Abban bízom, hogy őszinte párbeszéddel meg lehet oldani a helyzetet, mondta egy szöuli lakos. A növekvő feszültségek közepette az Egyesült Államok igyekszik megnyugtatni az egyik legközelebbi szövetségesét. Szöulba érkezett az amerikai vezérkari főnökök Egyesített Bizottságának vezetője. Joseph Dunfordot fogadta a dél-koreai védelmi miniszter és az elnök is.
Moon Jae-in elnök kijelentette, hogy nem lehet több háború a koreai félszigeten, ezért békés eszközökkel kell megoldani a válságot. Reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok felelősségteljesen reagál a helyzetre. Észak-Korea körül éveleje óta izzik a levegő az egymást követő rakétakísérletek miatt. Ráadásul a múlt héten kiderült, hogy a kommunista rezsim több tucat nukleáris robbanó fejjel rendelkezik. Fenya már azzal fenyegetett, hogy az észak-koreai rakéták célba veszik az Egyesült Államok külbirtokát, Guam szigetét. Donald Trump amerikai elnök a hétvégén mikroblogján azt írta, az amerikai katonai megoldás készen áll, és élesre van töltve arra az esetre, ha Észak-Korea esztelenül viselkedne. Az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója és a CIA vezetője szerint viszont elkerülhető a háború. Mint a központi hírszerző ügynökség igazgatója mondta, túlzás lenne azt állítani, hogy küszöbön áll egy atomháború. Közben Kim Jong-un észak-koreai vezető azt mondta, még egy ideig figyelemmel kíséri az Egyesült Államok cselekedeteit, mielőtt döntést hozna a rakétatámadásról. Szerinte Amerika már érzi a hurkot a nyaka körül, amit saját háborús csörtéje váltott ki. Több száz ember kénytelen volt elhagyni a lakhelyét az Atén közelében tomboló erdőtüzek miatt, két ifjúsági tábort pedig kiürítettek. Közben Portugáliában már több uniós tagország is besegít az erdőtüzek oltásában. Már lakóházakat fenyegetnek az erdőtüzek a görög fővárostól északkeletre. A tűzoltóknak nincs könnyű dolguk. A heves szélben gyorsan terjednek a lángok, ráadásul sűrű füst gomolyog. Óriási a pusztítás mértéke. A falu körül minden ég. Mögöttem is újra kezdődött a tűz. Panaszkodott egy kalamoszi lakos. Már több tucat lakóházban súlyos károk keletkeztek, a helyi lakosok maguk is hozzáfogtak az oltáshoz, eddig kevés sikerrel. Csak annyit értek el, hogy a tűzoltóknak sem jut elég víz. Valószínűleg egy villanyoszlopnál kezdődött a tűz, ami óriási pusztítást végzett a kalamoszi erdőben. Nincs elég repülőgép, helikopter, ezért a lángok terjednek. Ráadásul késve kezdték az oltást, mondta egy másik helyi lakos. Több százan elhagyták a települést, ők a tengerparton töltik az éjszakát. A hatóságok elrendelték két ifjúsági tábor evakuálását. A lakosok reménykednek, hogy nem ismétlődik meg a 2007-es tragédia, amikor 70-nél is több ember halt meg az Atén melletti erdőtüzekben. Portugáliában 10 helyen csaptak fel nagyobb erdőtüzek. Fontos, hogy repülőgépekről is oltanak. Négyet is láttunk reggel. A szél nagyon erősen fúj, mondta egy turista. A portugál kormány az Európai Unióhoz fordult segítségért. Az uniós tagországok közül több tűzoltókat küldött, így már 2000 szakember küzd a lángokkal. Spanyol tűzoltók is vannak köztük, pedig a másik ibériai országban is súlyos a helyzet. Spanyolország délnyugati részén vasárnap csaptak magasra a lángok. A 150 tűzoltó munkáját 8 tűzoltóautó, 18 repülőgép, 3 helikopter és 2 kétéltű jármű is segíti. Csak nem 200 ezer ember szenved gyógyszerfüggőségben Magyarországon. Zahel Gábor szerint az altató, nyugtatószerfüggés olyan probléma, amelyről keveset beszélnek, de létezik, pedig rengeteg ilyen gyógyszer fogy. Sok esetben ezeket nem is az orvos írja fel a páciensnek, sőt, nem is tud róla. Akár ezek az orrcseppek is függőséget tudnak okozni. Magyarországon 25 ezer ember használja kényszeresen az orrcseppeket és az orrsprét. A legtöbben attól félnek, hogy nem kapnak levegőt, ami a szakemberek szerint nem igaz. Több mint 100 ezer ember használ hashajtót, és csak nem 70 ezer ember rendszeresen akár az orvos tudta nélkül szedi a nyugtatókat vagy az altatókat. Attól, hogy én beszedem azt az altató nyugtatót, és kvázi le***om a problémám, bocsánat, ha nem a EU-konform kinyilatkoztatásért, azt mondjuk a probléma nem fog megváltozni. A toxikológus szerint a folyamatos gyógyszerszedéssel csak tünetileg próbálnak valamit elfedni az emberek. Gyógyszerszedő nemzet vagyunk, hihetetlen mennyiségű gyógyszert szedünk be, amelyek nem feltétlenül mindig orvosi javaslatra kerülnek be valakinek a szervezetébe, hiszen ott van a szomszédasszony, ki mindent tud, és ott van dr. Gugli, a másik, aki szintén mindent tud erről az egész történetről, és ők kínálják a diagnózist, kínálják a megfejtést, és a hülye orvos nem írja fel a gyógyszert. Zahel Gábor szerint az egészségügyi dolgozók is felelősek lehetnek, ha ok nélkül írják fel a gyógyszereket.
Állandó kapcsolat van a házi orvos és a páciens között, ezért az orvosnak elméletileg minden gyógyszerről tudnia kellene, a gyakorlat szerint viszont sokan vannak, akik titkolják, hogy milyen gyógyszereket szednek. A házi orvos szerint már az gyanús lehet, ha a páciens szokatlan gyógyszert szeretne magának feliratni. Akkor már feltűnik, hogy itt valami baj van, vagy pedig, hogyha már fél év alatt 5-szor vagy 6-szor kért ugyanilyen gyógyszert, de ez vonatkozhat egyébként akár egy orrcseppre is, vagy orrsprére is, akkor az orvosban már fel kell, hogy merüljön az, hogy ez a beteg valamilyen kóros kötődése van az adott gyógyszerhez. A házi orvos szerint a legnagyobb probléma, hogy a páciensek akár a szomszédtól vagy egy baráttól is elfogadják a gyógyszereket, ezzel nem csak a túladagolás esélye nő meg, hanem egy félrediagnosztizálás miatt akár árthatnak is ezek az orvosságok. Szerencsétlen testhelyzet a vízbe érkezéskor, az üzemeltető szerint ez volt a pehje annak a vendégnek, akinek combcsontja tört az egyik Pest megyei csúszdaparkban. A férfi nagy sebességgel érkezett a medencébe, teste megpattant a vízfelületen, és így zuhanhatott ki a medence túloldalán. Szerintem én azt nem tudnám megcsinálni, hogy kipattogja. Ahogy itt nézem a többieket is, nem tudom, nem is értem, hogy sikerült neki. Ennek az apukának még a szelfizéssel sincs gondja csúszdázás közben. A férfi azt mondja, sokféle pozitúrában csúszott már le itt minden probléma nélkül, pedig a hasonló csúszdákon nem ritka az akár 40-50 kilométeres óránkénti sebesség sem. Mindenféle összjáték, egybeesés. Az Aquarena kommunikációs vezetője szerint a pénteki balesethez hasonló még soha nem volt a parkban. A csúszdákra és a vendégekre külön csúszdafelügyelők és úszómesterek vigyáznak, az érkező medencék pedig a lehető legbiztonságosabban vannak kialakítva. Bán Tamás azt mondja, a középkorú férfi picire gömbölyödve a csúszdát alig érintve száguldott a mélybe. A szerencsétlen vízfogásnak köszönhetően a fiatalember tulajdonképpen megpattant a víz felszínén, ugyanúgy, ahogy általában kacsázásnál a kacsakő szokta. A medencébe érkezve a férfi így nem merült el a vízben, hanem szabályosan átpattant a védőhurkán, lábát beverte a lépcsőbe, majd a lendület még tovább dobta a medence előtti térre. Az úszómester, ahogy észlelte a balesetet, ő azon odarohant hozzá, megkérdezte, hogy miben segíthet, mi a baj, és ebben ezzel azonos időben értesített az orvosi szolgálatunkat, aki perceken belül felért ide. Ő állapította meg a sérülést, és annak rendje módja szerint hívta a mentőket. Azonnal riasztottuk a mentőgépkocsit, akik perceken belül a helyszíre értek, megvizsgálták alaposan a férfit, akinél combcsonttörésre kellett gyanakodni. Ennek megfelelő helyszíni ellátásban részesítették, rögzítették, infúziót kötöttek be neki, és azonnal a traumatológiai osztályra szállították. Az Aquarena úszómestere szerint a hasonló baleseteket legjobban úgy tudjuk elkerülni, ha a vízbeérkezéskor minél jobban kinyitjuk a testünket, vagyis minél nagyobb felületen találkozunk a vízzel. Ha valaki pánikba esik a csúszdán, Ambrus Ádám szerint akkor is szerencsésebb a lesiklás. Egy fontos dolog van, hogy ne kapaszkodjunk a csúszdának a szélébe, és ne próbáljunk meg megállni, mert égési sérülések következhetnek, ugye, amikor súrlódik a bőr a csúszda felületén. Ilyenkor engedni kell magunkat, csúszunk le, hogyha esetleg valami probléma van a vízbe érkezéskor, akkor ott van az úszómester, aki segít. A szakemberek szerint a vízi csúszdázásnak egyetlen fontos szabálya van, fejjel előre semmi esetre sem szabad próbálkozni. A Kárpát-medence egyik legnagyobb föld alatti tavasbarlag rendszerének feltárása folyik a Nógrád megyei Bánk közelében. A geológusok 3 éve egy folyamatosan mélyített aknán keresztül próbálnak a vízzáró mészkőrétek közelébe jutni, amely alatt akár 30 méteres átmérőjű meleg vízzel telített termeket sejtenek. Ha a kutatóknak igazuk lesz, akkor elképzelhető, hogy Magyarország legnagyobb kavernáját találják a mélyben. Rögzítsük. Miután a megfelelő előkészületek megvannak, leereszkednek a geológusok a nagyjából 7 emeletnyi mélységbe. Több mint 190 napja dolgoznak már a barlang feltárásán. A kutatásvezető azt mondja, egy patakmeder beomlása után a nyíláson eltűnő víz felszín alatti folyását követve kezdték el a 2x2 méteres akna kialakítását. Az itt lévő források és földtani munkák újraértékelése és helyretevése után csak az jöhetett ki, hogy itt a környék homok és agyag rétegei alatt mészkő van, amiben üregek vannak, méghozzá melegvizesek. A melegvizes barlangok velejárója a széndioxidos feltörés, amely akár fulladást is okozhat. A szakemberek ezért is elővigyázatosak. Minden egyes leszállás előtt gyertyával szoktuk ellenőrizni a oxigén kitöltöttséget a barlangban, vagy az aknában.
hogyha gáz van, természetesen nem tudunk lemenni, illetve beépítettünk egy szellőztető berendezést, ahol friss levegővel látja el a lent dolgozó kollégát a rendszer. Jó, állj, állj! A kutatók munkáját nehezíti, hogy a kemény talajban csak nagyon lassan, napi 5-6 cm tudnak lefelé haladni a szakemberek. 22 méter mélyről fel kell termelni a különböző féle szikla darabokat, amelyeket persze ki kell vésni, ki kell dolgozni onnit, fel kell csörlővel húzni a felszínre, majd ezt követően ebből egy sziklafalat építeni, amely megakadályozza a víznek a beáramlását a barlang aljára. A csörlő az egy 60 kilóra nem tud többet emelni, ezért ami nagyobb kő, azt el kell repeszteni lent. A repesztés úgy történik, hogy luk lesz belefúrva. A nehézségek ellenére a kutatók bíznak abban, hogy a mészkő réteg áttörése után még 5-6 métert haladva lefelé ősszel elérik a barlangrendszert. Ez alatt pedig meleg vízzel kitöltött, akár 30 méter átmérőjű gömb alakú termeket találhatnak, amely jelentős turisztikai vonzerőt jelenthet a közeli Bánkitó mellett a környéknek. Most pedig kezdődik a start Kárász Róberttel és Krug Emíliával. Szervusz, Robi, mivel vártok ma reggel minket? Jó reggelt kívánok, szia Tamás, üdvözlöm én is a nézőket. Természetesen rengeteg politikus érkezik ma is hozzánk, hogy kik és milyen témában, azt majd néhány perccel később el fogjuk mondani Emíliával együtt. De azt gondolom, hogy ez ma egy olyan nap lesz, érdemes lesz természetesen velünk tartani, egészen 9 óráig. De még egy fontos dolog, illetve nem tudom, hogy ez fontos dolog-e, minden esetre lehet, hogy ez majd némiképp a mai közbeszédet bizonyos körökben tematizálni fogja, mert azt mondta Emília nekem kint a sminkszobában, amikor még készülöttünk, hogy képzeld el, Robi, az egyik kollégám jelezte, hogy állítólag Budapest felett UFO-t láttak, vagy valamilyen földön kívüli repülőcsészajt észleltek. Állítólag ezt valaki lefényképezte. Én most néztem a hírekben, hogy valahol látható-e már esetleg ez a felvétel. Egyelőre nem láttuk. Ha te láttad, akkor majd mutasd meg, kérlek, a híradóban. Jó. Oké. Oké? Ami meg egyébként a startot illeti, azt mondom, mindjárt majd el fogjuk mondani. Köszönjük szépen, Robi. Egyelőre Budapest felett még kék az ég, kávés csésze és teás csésze hajakat sem láttunk, de ha lesz ilyen, akkor természetesen beszámolunk róla. 7 órakor következő híradásunk van. Addig is további jó tévézést és szép napot mindenkinek.